Köszöntöm nézőinket, Önök Kaposmenti magazinunkat látják, Jela Jászmin Grace vagyok. Nézzük, mi fért a mai műsorunkba. Színes programmal várták az érdeklődőket Dombóváron a Magyar Kultúra napján. Jó ütemben haladnak a beruházások Attalában. Eddig közel 3000-en húztak korcsolyát Dombóváron. A Dombóvári Futballklub megkezdte a felkészülést a tavaszi bajnokságra. A város történetében, múltjában szerepet játszó, neves személyekről készített kiadványt mutattak be a Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett programon Dombóváron. A művelődési házban Cseh Tamás grafikáiból nyílt kiállítás, a Kossuth és Liszt Ferenc díjas zeneszerző, énekes január 22-én lett volna 79 éves. 1989 óta ünnepeljük országszerte a Magyar Kultúra Napját január 22-én. Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le és jelölte meg dátummal a himnusz kéziratát Szatmár Csekén. Dombováron színes programokkal köszöntötték a jeles évfordulót. A múzeumban bemutatták a Város Szépítő Egyesület kiadásában megjelent neves Dombovári évforduló 2022 című kiadványt. A Városépítő Egyesület egy kiadványfüzettel várja az érdeklődőket. Minden évben, évvégén úgy szoktunk készülni, hogy összeállítjuk a következő év jeles személyeiről egy ilyen összeállítást tulajdonképpen, és az alapján döntjük el, hogy kinek a tiszteletére tudunk egy kiállítást, egy emlékestet, vagy valami emlékező programot megrendezni. És a tavalyi évben Takács Istvánné összeállította ezt a listát. Akkor még ilyen szociális média felületre került fel, nagyon népszerű volt, és akkor így döntöttünk úgy Őri Gábor egyesületi tagunk ötlete alapján, hogy mi lenne, ha ez kiadvány formában is megjelenne, és gyakorlatilag ezt tudjuk adni a lakosságnak. A kiadvány azokat a város múltjában, történetében szerepet játszó neves személyeket mutatják be, akikhez a 2022-es évben kerek évforduló köthető. Tulajdonképpen az egy 60-70 éves hagyomány a Dombovárnak már, mióta Szőke tanár úr annak idején a gimnáziumban megalapította a honismereti szakkört, hogy minden évnek adjunk valami rangot, emlékezzünk valamitre a múltunkból, és tanítványokat, kollégákat biztatott arra, hogy keressünk ilyen kerekéfordulókat. Tulajdonképpen azt lehet mondani, a Városépítő Egyesület is megalakulása óta mindig egy tervszerű előkészületet folytat, végez arra nézve, hogy a következő esztendő mit jelentsen nekünk munkába, tevékenységben. És így aztán mi nagyon-nagyon régóta gyűjtjük mindig az éppen kerek évfordulókat. És hogy a tavalyi évben látva azt, hogy a digitális változatra mennyi érdeklődő volt az interneten, gondoltuk, illetve Gábor, Őri Gábor kezdeményezte, hogy nyomtatott formában is ki lehetne ugyanezt adni. És most tulajdonképpen egy sorozat első füzetét jelentetjük meg a mai napon, hiszen a kerek évfordulók az öttel osztható számú évfordulókat jelenti. Tehát mi történt 150 évvel ezelőtt, 155 évvel ezelőtt, 160 és így tovább. Na, ezeket állítottam össze. A rendezvény a Művelődési Házban folytatódott. Cseh Tamás grafikáiból nyílt kiállítás az egykor Dombováron is színpadra lépő Kossuth és Liszt Ferenc díjas zeneszerző, énekes, színész, éppen a Magyar Kultúra Napján, január 22-én lenne 79 éves. Petőfi Irodalmi Múzeumtól tudtunk egy nagyon színvonalas anyagot szerezni az ő illusztrációból, grafikáiból, festményeiből, ezek másolatok, de az értékük azért felbecsülhetetlen. A kiállítás Cseh Tamás egykori jó barátja, Bérces László, rendező, író, az Ördögkatlan Fesztivál társigazgatója nyitotta meg. Mindig fejtörést okoz, hogy mikor is ismerkedtünk meg Tamással. Az biztos, hogy én szolnoki középiskolai tanár voltam akkor még, ami annyit jelent, hogy 76 és 84 között lehetett. És most, hogy néztem itt a fotókat, és ő 83-ban lépett fel Dombóváron, én valahova oda satszolom a mi ismerkedésünk pillanatát, csak nem itt, hanem éppen egy másik vidéki városban, Szolnokon. Ugye ő járta az országot, sőt, az országon túl is a magyar lakta területeket, és igazából ő
őt az nem érdekelte, hogy pici hely vagy nagy hely. Ha azt érezte, amikor hívják, hogy hát nem tudom, csak úgy mondani kicsit romantikusan, hogy szívből hívják, akkor ő ment. És ezért, amikor én most őt kérdeztem tőle, hogy nem volt valaki, aki intézte helyetted, vagy manapság azt szoktuk mondani, hogy menedzser, akkor ő nézett rám, hogy az lehetetlen, azt neki kell éreznie. Én nem tudom, hogy ez a 83-as dombóvári koncertje hogy sikerülhetett. A fotó szerint valószínűleg jól, és mivel én voltam diákszínjátszó fesztiválon már zsűrizni, akkor jó közeget tapasztaltam, tehát bízom benne, hogy jó sikerült neki, de ha nem, már akkor sincs mit tenni. Tamásnál közvetlenebb, hogy is mondjam, személytől személyig, szemtől szembe, hogy mondjam, úgy mondanám, hogy ő volt a Szia Tamás, mindenkinek a Szia Tamás, és biztos, hogy itt is akkor este egy csomó barátja lett neki, és aztán már a véletlenek irányítják, mint az én esetemben, hogy ebből aztán egy szorosabb barátság lett később. Hónapokkal később, 2009. augusztus 7-én hunyt el otthonában. A kiállítás megnyitót követően Cseh Tamás dalai csendültek fel, majd egy riportfilmet vetítettek a közönségnek, Megtalált dalok címmel. A Magyar Falu Program által kínált pályázati lehetőségekre fókuszál Attala önkormányzata 2022-ben. A tervek szerint folytatnák a járda és útfelújításokat, fejlesztenék a családi parkot, a temetőben pedig urnafalat létesítenének. A településen egyre több gyermek születik, így egy bölcsödére is nagy az igény, és ebben az évben megvalósulhat a polgármesteri hivatal épületének felújítása is. Jól haladnak a tavalyi évben elkezdett járda és útfelújítási munkálatok Attalában. A település vezetés idén folytatni szeretné az elhasználódott burkolatok korszerűsítését. Számos fejlesztési tervet fogalmaztak meg a 2022-es évre, mondja Orosváriné Bocz Tünde polgármester. Azok a tervek, amiket előzetesen a képviselőtestülettel megbeszéltünk és leegyeztettünk, azt gondolom, hogy sok minden megvalósult már, hiszen a járda felújítások lassan a végéhez közelednek. Igazából tényleg csak egy-két járdánk van, ami felújításra szorul, úgyhogy azt gondolom, hogy ezen a téren teljesen jók vagyunk. Az útfelújítások is nagyon-nagyon jól haladnak. Itt igazából két utunk van, amit még meg kell majd javítanunk, ki kell javítani, és akkor azokkal is teljesen jók leszünk. És hát azt gondolom, hogy ami nem volt akkor előre látható, amit szerettünk volna, az, hogy bölcsöde építésre adtuk a fejünket, illetve beadtunk rá egy pályázatot. Azt gondoltuk, hogy ezt nem hagyhatjuk ki, hiszen folyamatosan érkeznek a településre a fiatal családok. Egyre több a gyermek, aminek mi nagyon-nagyon örülünk, és mindenféleképpen azt gondoljuk, hogy egy ilyen bölcsöde az nagyon nagy segítség lehet a családok számára. Tehát ez volt az, ami igazából nem volt az elején betervezve, de úgy gondoltuk, hogy ezt mindenképpen meg kell valósítanunk. Más kis településekhez hasonlóan az attalai önkormányzat is szeretné kihasználni a Magyar Falu Program nyújtotta pályázati lehetőségeket. Az idejében azt gondolom, hogy minden település vezető most fókuszál a Magyar Falu Programra. Mi is ebben a programban szeretnénk részt venni. 5 pályázatot fogunk ebben a programsorozatban beadni. Szeretnénk kommunális eszközökre pályázni, járdafelújításra, útfelújításra, temető fejlesztésen belül szeretnénk egy urnafalat létrehozni, illetve mindenféleképpen szeretnénk folytatni a családi parkot. Ugye gyermekjátszótér az már van, most pedig felnőtt fitness eszközökkel szeretnénk kiegészíteni ezt a parkot, hogy ott a felnőttek is megtalálják a kikapcsolódás lehetőségét. Úgyhogy ez lenne az 5 magyar falus, amiben szeretnék indulni. A 2022-es év első fele tervezéssel és további pályázati források felkutatásával zajlik, mondja a település vezető. Évelején valamikor érkeznek majd a kiírásra a top pluszos pályázatok. Ezeken belül szeretnénk a csapadékcsatorna elvezetésre
újra pályázni. Gyakorlatilag a település félig már megoldotta ez a csapadék elvezetés, és szeretnénk azokat a részeket is megoldani, amik ugyan kérdésesek és eléggé indokolt azoknak a részén kialakítani ezt a csapadék elvezetőt, úgyhogy erre mindenféleképpen pályázni szeretnénk. Illetve beadtunk december végén még egy VP-s pályázatot, az pedig külterületi útfelújításra. Ez azt gondolom, hogy ez egy nagy pályázat, de mindenféleképpen szeretnénk ezt is majd. Ez az Atalához tartozó Szent Iván pusztát és Göllét összekötő útszakasznak a hát gyakorlatilag teljesen új burkolattal látnánk el, hiszen ez most jelenleg egy földútként funkcionál, körülbelül 3 km hosszú, itt a Göllei önkormányzattal közösen pályázunk rá. A pályázatot beadtuk, és hát most várjuk a döntést. A tervek szerint idén elkezdődik a polgármesteri hivatal épületének felújítása. Az ingatlan tető szerkezete előregedett és beázik, és a falak is vizesednek. Az ehhez szükséges forrást már megnyerték, reményeik szerint a kivitelezés még ebben az évben megtörténik. A falu közösségi élete az elmúlt évben mozgalmas volt. Igyekeztek minden korosztály számára színes programokat szervezni. Többek között kiállítás, térzene, falunap, rétes sütés, adventi vásár is szerepelt a palettán. Fontos mérföldkő volt az Atalai Általános Iskola felújítása és újraindítása. Nagyon-nagy örömünkre szolgált, hogy egy év szünetetetés után végre szeptember 1-jével újra tudtuk indítani az Atalai iskolát. Megelőzte ezt az, hogy gyakorlatilag az egész nyár munkával telt, hiszen fel kellett újítanunk az iskolának az épületét, illetve az étkezőnek az épületét is. Nagyon sok minden munka várt azokra a társadalmi munkába érkező önkéntesekre, akik szívesen vettek részt a munkában. Kifestettük az egész iskolának a belső tereit, aztán a tankerület is hozzájárult ehhez a munkához, hiszen a vizes blokkot ők teljes egészében felújították. A tanári az új padozatot kapott, szintén kifestésre került az étkező. Egy-két kiegészítő eleme, még egy kicsit jobban felszereltük az étkező részt is, hiszen nagyon-nagyon rászorult. És hát próbáltuk az udvar részt is egy kicsit barátságosabbá, gyermekközpontúvá varázsolni, hogy mire a 14 első osztályos szeptember 1-jével megérkezik, addigra egy igazán szuper kis iskola várja őket. Az Atala iskola talán annyival lesz más iskolákhoz képest, hogy próbálunk az egyénekre, az egyes gyerekekre fókuszálni. Minden gyerekben megpróbáljuk megtalálni azt, ami jó, azt, ami pozitívum, és erősíteni esetleg ezt, és azt, amiben egy kicsit gyengébb, azt pedig megpróbálják a tanerők, a tanítók erősíteni és fölhúzni. Úgyhogy nagyon-nagyon sok odafigyeléssel, akár egy-egy gyermeket külön tanítva is, megpróbálják ezt a 14 gyermeket gyakorlatilag így első osztály végére majd tudásilag egy szintre hozni. Meglátjuk, hogy mennyire fog működni. Most így a fél évhez közeledve már azt gondolom, és azt is látjuk, hogy nagyon jól működik. Nagyon kitartóak a tanítóink, és nagyon-nagyon lelkesek. 2022-ben még több közösségi és kulturális programmal, valamint újdonságokkal is várják majd a falu lakóit. Dombóvár város önkormányzata 2021. december 1-jével nyitotta meg a művelődési ház előtt felállított műjégpályát, amely töretlen sikert aratott, nem csak a helyiek körében. Az eltelt időszakban közel 3000-en hódoltak ennek a népszerű téli sportnak a dombóvári pályán, és a lehetőség még a hónap végéig adott az érdeklődők számára. Dombóvár város önkormányzatának egy tavalyi döntése tette lehetővé, hogy a közkedvelt téli sport a korcsolyázás szerelmeseinek ne kelljen elhagyni a települést, ha hódolni szeretnének a sportnak. Tavaly, amikor a testület úgy döntött, hogy megnyitjuk december 1-jével ezt a pályát, illetve hát novemberben advent első vasárnapján, akkor már 2 hónapra béreltük, és egész januárban itt fog maradni. Örömteli az a hír, hogy advent környékén kimagaslan sokan látogatták. Napjainkban délelőtt még az iskolások teltházzal vannak, este sajnos kicsit már gyengébb az érdeklődés, de remélem, hogy megjön a hideg idő, és újból a családok itt fogják tölteni az estét. Nagyon fontos, hogy megnéztük a decemberi számokat, és közel 3000 ember vette igénybe ezt a szolgáltatást. Ebből délelőtt 9-től 2-ig 2000 iskolás volt, hiszen a dombovári iskolák ingyen térítésmentesen használt
folytatják ezt. Aminek nagyon örülök, hogy a járás összes településéről hoztak be nebulókat, és a járás minden gyereke kipróbált ezt a jégtárát, mint most a háttérben is látszik éppen mögöttem, hogy törják, zúzzák magukat, de azt gondolom, hogy jövőre, illetve hát az idén, már adventkor már mindenkinek sokkal jobban fog menni, és gyakorlott korcsolyások lesznek. Szeretnénk volna valami olyasmit kipróbálni, még soha nem volt Dombaváron, és közösséget vonz és formál. Ez a műjégpálya, vagy jégpálya, ez egy nagyon jó döntésnek bizonyult, hiszen körülötte karácsonyi vásárban soha nem látott embertől megfordult meg, és azt gondolom, hogy ami számukra nagyon fontos, és az ország szempontjából is, hogy a családokat hívtok ide, és itt családok jelentek meg, és a családokba belértem a nagyszülőket is, hiszen ez a karácsonyi vásár idén első évben kortalan volt, a legkisebbtől a legnagyobbig, a legfiatalabbik, a legöregebbig, mindenki jól érezte magát, és mindenkinek igyekeztünk megfelelő programot is kitalálni. A műjégpálya a hét minden napján várja mindazokat, akik szívesen húznak korcsolyát a lábukra. Sajnos én nem próbáltam ki, ennek technikai okai vannak, 19-ben volt egy súlyos sérülésem, és azóta óvatosan mozgok, és szeretném azt elkerülni, és azt mondom, hogy én már tudok ez nélkül élni. Ez egy olyan jó sikerült kezemés, amit nem szabad abba hagyni, és a számok, az előbb elmondtam, alátámasztják, a más nem is Dombaváron jégpályát kell építeni. A téli sport kipróbálásának lehetőségét megragadták a Dombóvár és a környékbeli iskolák egyaránt. Rendkívül jó kezdeményezés volt ez az önkormányzattól, és mi a Magyar Máté Szeretett Szolgálat Eszterházi Technikumában nagyon jól ki tudtuk használni ezt a lehetőséget. Szinte minden osztály és osztályfőnök át tudott jönni kipróbálni a pályát legalább egyszer. Alapban büszkék vagyunk arra, hogy nagyon jó a kapcsolat nálunk a tanárok és a diákok között, elég közvetlen, és ez tovább mélyítette azt, hogy a tanárok és a diákok együtt tudtak totyogni, csúszkálni, alkalmanként esni kellni. Persze voltak, akik nagyon profin nyomták már. A kollégiumi nevelőink is ki tudták használni a lehetőséget, és külön program keretén belül áthozták a kollégistákat egy kicsit csúszkálni, illetve a testnevelő tanárok is rendkívül testi órát tarthattak itt, ahol a diákok kicsit kipróbálhatták magukat másképp. Ami még jó, hogy nagyon sok gyereknek nem volt korábban lehetősége kipróbálni a jégkorcsolyapályát, nem tudtak elmenni Kaposvárra vagy egyéb okokból, úgyhogy nagyon jó lehetőség volt ebből a szempontból is. A szülők is külön örültek neki, és nagyon bízunk abban, hogy a jövőben az önkormányzat és a városvezetés hasonló programokkal készül, és gondol majd a fiatalokra. Úgyhogy az én saját diákjaim tanítottak engem, hogy hogyan kell csúszni. Aki azt mondják, hogy akinek volt egy kis korábbi tapasztalat a görkorcsolyával, annak sokkal könnyebb. Szerintem alapban az élmény volt, hogy átjöttünk, és egy kicsit a tanóráktól kiszakadva más lehetőségek voltak, és annyira nem kellett visszasietni, utána be tudtunk ülni ide a kávézóba, egy teára vagy egy kávéra. Úgy érzem, mindenki, aki részt tudott venni ezen a tanórán kívüli programban, az jól érezte magát. A dombovári Hunyadi téren felállított műjégpálya még január végéig várja a korizni vágyokat a hét minden napján. A Dombovári Futballklub megkezdte téli felkészülését a március első hetében folytatódó bajnokságra. A fiúk január 12-én álltak újra pályára, hogy a lehető legjobb formába kerüljenek tavaszra, de addig még sok edzés és számos felkészülési mérkőzés szerepel a tervekben. Az átigazolási időszak csak minimális változást hozott a csapat számára. A Dombóvári Futballklubnak a január 12-ével megkezdett felkészüléssel 7 és fél hete van arra, hogy a március első hetében folytatódó bajnokságra olyan formába kerüljenek, amellyel esélyük lehet a bajnokság megnyerésére. Az biztos, hogy minél több edzést szeretnénk végezni, természetes, hogy az edzés számokat, azokat azért befolyásolják a munkahelyi és egyéb elfoglaltságok, de maga az edzések azok megfelelő létszámmal, és hát az edzőmérkőzések is minden hétvégén sorra kerülnek. Mibe kell ellépnünk? Hát én szeretném azt, hogy fejlődne a csapat tovább, mert amit most az ősz folyamán sikerült elérnünk, az azt mondom, hogy elfogadható, de nem tartozik a jó kategóriába, úgyhogy én úgy gondolom, hogy van még hova fejlődni. Minimális változásokat hoz a keretben az átigazolási időszak, hiszen a cél, hogy a szezonról szezonra egyre markánsabb teljesítményre képes fiatal keret továbbra is együtt maradjon, és egységes csapatként fejlődjön tovább a tavaszi bajnoki mérkőzéseken. Kapusunk eltávozott, őt a Kozár Michelin csapata hívta, és úgy döntöttünk, hogy elengedjük. Nem voltunk kötelesek, mert ebben az időszakban kell a klub hozzájárulása is, hogy valaki eligazoljon, de mivel a Kozár Michelin jelenleg MB3 élcsapata, pontosabban az első helyén helyezkedik, tehát fél lábbal már MB2-ben vannak, és úgy gondoltuk, hogy ha valaki följebb, magasabb osztályba tud igazolni, akkor annak nem gördítünk akadályt.
távozó Pacéka Norbert kapus helyett érkezett Iványi Botond, ő már korábban védett itt Dombováron, úgy gondolom, hogy megfelelőképpen fogja tudni helyettesíteni a Norbit, illetve bár még nincs átigazolva, de Kaposvárról érkezett a Kreiser Zsombor, ő egy ifista korú játékos még, de én úgy gondolom, hogy a felnőtt csapatban is ő, ha a játékot és az edzéseket úgy komolyan veszi, akkor én úgy gondolom, hogy ő is hasznunkra válik, bár még nincs átigazolva, de azon leszünk. Létszámban is lenne mit bővülnünk, de én azt gondolom, hogy az őszi keret az egy megfelelő korban is, és abból a tekintetben is, hogy az a csapatnak szerintem egyedülálló, hogy be az osztályba biztos, hogy más csapatnál nincs ilyen, hogy a 90%-a az dombovári. Tehát én azt gondolom, hogy ebben mindenképpen jók vagyunk. Azt nem mondom, hogy minőségben nem kellene beleigazolnunk, de én úgy gondolom, hogy csak olyan játékos fogunk igazolni most a téli időszakban, aki segítségünkre, illetve erősítés jelent. Létszámban nem szeretném, csak úgy bővüljön a csapat. A dombovári futballklub számára fontos, hogy helyi játékosokkal töltse fel a keretet. A csapatában jelenleg is sok olyan játékos van, aki helyi, illetve a focisuliba kezdte pályafutását. A nyártól már én ilyen keretet kaptam, de egyébként is törekszünk arra, hogy ez folytatódjon, mivel már én is hoztam fel az ifi csapatból több játékost, és a kerethez tartozik, tehát ez egy törekvés, meg egy olyan követendő dolog, amit nem fogunk. Természetesen csak olyan játékost, aki megérdemli, aki a felnőtt csapathoz tartozzon. Én azt mondtam épp a múlt héten az első edzésünk előtt, hogy nehezebb lesz a tavaszunk, mert az ősszel egy kicsit az ellenfelekén szerintem nem vettek minket komolyan, most azért gondolom én ezt, mert a tavaly ugye a csapat nem szerepelt jól, és nem vettek minket olyan komolyan, aztán közben, ahogy mentek a mérkőzések, úgy ugye egyre jobb eredményeink, illetve tudták azt, hogy egy stabil csapat van a pályán az ellenfelekkel szemben. Ebből kifolyólag én úgy gondolom, hogy már komolyan vesznek minket, sőt, én ebből fakadóan mondom azt, hogy nehezebb lesz a tavaszunk, mert az ellenfelek minket most már komolyan vesznek, és nem abba a kategóriába tartozunk, amiben a bajnokság előtt besoroltak minket. A legközelebbi felkészülési mérkőzés, amikor a dombovári csapatnak szurkolhatnak a foci rajongók, az január 29-én lesz, akkor Siófok Kilitén lépnek pályára a balatoni vasos SE csapata ellen. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!